Nagyon nyüzsgés szerdán a városi piacon, ilyenkor a legnagyobb a kínálat és a kereslet is. Helybeliek és az itt nyaralók is felkeresik a standokat. Ha nem is konkrét vásárlási szándékkal érkezik valaki, mindig találni valami szemrevalót a kosárba. Mindig rátalál valamire az ember, amit éppen nem akar megvenni, de kikönyörgi magát az áru, hogy engem. Na most ezt nem tapasztalják a férfiak, de ez egy nagyon édes régi baráti nők is ugyanígy beszélik. Piacnak van egy hallása. A gyümölcsök közül most a barackféléknek van a nagy szezonja. A sárga barackot minőségtől függően 5-600 forintos kilónkénti árért kínálják, az őszi barack átlagosan 400 forintba kerül. A zöldségekből most érdemes lecsót vagy savanyúságot készíteni. A paprika és az uborka kiló és 2-300 forintba kerül. Meg lehet kóstolni. Bedő Istvánné Tapolcáról hozta el házi készítésű lekvárjait, szörpjeit, savanyúságait. Az őstermelő süteményeket és házi tojást is kínál. Azt mondja, hogy a vásárlói egyszerűen meggyőződhetnek arról, miben jobb a portékája a hipermarketekénél. Megkóstolják és meglássák a kettő között, mi a különbség. Hogy nem tartósítószerrel van tele, meg zselatinok, hanem gyümölcsával. Mamám is voltak 5 üveggel vett, mert annyira ízlett neki. Jó szörpöt nem csak a piacon lehet kapni. Budai László javarész saját termesztési gyümölcsökből készíti a szörpöket, a többi alapanyagot, mint például a bodzavirágot vagy a csipkebogyót, pedig családjával gyűjti. A rezi kistermelő szerint az egyszerűségében rejlik Rézi néni szörpjeinek a titka, melyeket a környékbeli vendéglátóhelyeken és üzletekben is lehet kapni. Mi nem adunk hozzá semmilyen adalékanyagot, se tartósítót, se színezékanyagot. Azt szoktam mondani, hogy a mi titkunk az, hogy nincs titkunk, tehát a legeslegegyszerűbben gyártjuk a szörpöket. Csak a gyümölcs, cukor és a víz. Semmi más adalékanyag nincs benne. Lehet látni, hogy bugyog a cefre, tehát forra cefre. Régi mondás, hogy amiből lekvárt vagy szörpöt lehet főzni, abból bizony pálinkát is. Szántó András jelen esetben faeperből készült cefrejét forgatja. A keszthelyi pálinkász még díszalmából, ringlóból, sárgabarackból, körtéből és sok más családjánál termett gyümölcsből készít előbb cefrét, majd pálinkát. Alapjába véve kiváló minőségű gyümölcsből kell cefrét készíteni. Nem kerülhet bele se a penészes, se a barna gyümölcsrész, tehát első osztályú gyümölcsből kell jó pálinkát készíteni. Hát ez azt jelenti, hogy akár 10-20 kg gyümölcs is kell ahhoz, hogy 1 liter jó pálinkánk legyen. Például egy málna pálinkához legalább 20 kg gyümölcs kell, hogy 1 liter pálinka készüljön. Idén január 1-től kötelező bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a főzést. Enélkül nem szabad elkezdeni a műveletet. Csak saját termési gyümölcsöt lehet feldolgozni, melyhez legalább 5 literhez szóló párlatjegyet kell vásárolni, melynek ára 3500 forint.